A termelő és a feldolgozó tevékenységet végző vállalkozások számíthatnak jelentős uniós forrásra 2020-ig, kapacitásbővítésre, innovációra, energetikai beruházásokra és a családi gazdaságok fejlesztésére is jut támogatás. Az úgynevezett GINOP programban 1000 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre, 50 pályázati felhívás várható. Ha van is ötletük, nem mindig tudják a kis és közepes vállalkozások, hogy mire pályázzanak, milyen programban tudják fejlesztési terveiket megvalósítani. Vannak már kiforrott ötletek is, és hát ezek a kiforrott ötleteknek a pályázati konstrukció keretei között való megfogalmazása, tehát a projekt érlelés szakasza, a projekt megfogalmazás szakasza van a vállalkozók részéről. Itt elsősorban a vidékfejlesztésben ugyebár abban törekszünk, hogy a meglévő munkahelyeknek a megőrzése, új munkahelyeknek a létesítése, és elsősorban a KKV-k, a kis és közepes vállalkozások, családi gazdaságoknak a támogatása élvez prioritást. Saját ötletét valósította meg ez a nyíregyházi cég 2013-ban egy uniós pályázat segítségével 1 millió euró értékű stancológépet vásárolhatott. Ez adott nekünk lehetőséget arra, hogy a csomagolóanyag gyártásba komoly szereplőként részt tudjunk venni, de működik, tehát bejött az elképzelésünk egyébként, hogy mondhatnám úgy is, hogy bajba lettünk volna, hogyha nem jön be az elképzelésünk. A beruházás óta egyébként 40%-kal nőtt a cégnek a létszáma, és 60%-kal az árbevétele. Sok éves kihagyás után a korábban félbehagyott beruházásaikat be is tudják fejezni a vállalkozások, minden pályázaton többszörös túljelentkezés van. Jellemzően a termelő-feldolgozó tevékenységet folytató, vagy ilyen tevékenységet indítani készülő vállalkozások számíthatnak jelentős forrásokra. Igaz, hogy felfüggesztés alatt van most jelenleg ez a pályázat, viszont újranyitását tervezik, átdolgozva újranyitják ezt a pályázatot, kapacitásfejlesztés, a termelési kapacitások bővítésére, eszközfejlesztésre, gyártóeszközök fejlesztésére. Az uniós lehetőségek bővülnek, viszont a pályázatok komoly szűrőn mennek át, az alaposan kidolgozott magas pontszámú kérelmek fognak nyerni. A pályázati lehetőségek köre az valóban széles, és igyekeznek könnyíteni is a pályázók helyzetét az elektronikus pályázati rendszeren keresztül. Ugyanakkor nagyon alaposan végig kell gondolni, és meg kell vizsgálni egy-egy pályázat benyújtása előtt minden egyes pályázónak a pályázati feltételeket, jogosultsági feltételeket, mert ebben viszont szigorítások léptek életben ettől a ciklustól. A VOSZ megyei elnöke Comba Csaba a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Sokszor beszélgettünk már korábban is vállalkozásokat érintő pályázatokról, és ebben a ciklusban fellelhető pályázatokról, de akkor még nem voltak ezek a pályázatok kiírva. Most, ahogyan hallottuk, több cím már kiíródott, illetve van olyan pályázat, ami le is zárult, tehát vannak elsődleges tapasztalatok a jelenlegi pályázati rendszerről. Milyen a jelenlegi pályázati rendszer tehát? Hát az gondot okozott sok vállalkozásnak, hogy felfüggesztésre kerültek a pályázati kiírások, illetve hát most is még akadozva, hogy hallottuk a felvezetésbe, és akadozva indulgatnak. Elsősorban azt látjuk, azt a szándékot, ami már korábban is kinyilatkozásra került, hogy a termelésbe kerüljön minél több pályázati pénzt, a termelés fejlesztése, innováció fejlesztése, kutatás fejlesztésre, tehát minél nagyobb erővel tudjon majd működni a gazdaság a pályázati ciklus lezárulása után. Ezt nagyon szerencsésnek és jónak tartjuk. Ez ugye azt is jelenti, hogy egyrészt a vállalkozás piac képesebb lesz, másrészt pedig valószínűleg a kapacitás bővítésével munkahelyeket is tud teremteni, tehát kettős célt is elérnek ezzel a vállalkozók, akik ezeken a pályázatokon részt vesznek. Nagyon sokan tervezik azt információnk szerint, hogy fejlesztenek. Sok hosszú évek óta működő vállalkozás megtaláltam a piacon úgy a helyét, hogy belemer vágni komoly fejlesztésekbe, komoly infrastruktúra fejlesztésbe, telephely fejlesztésbe, számítástechnikai fejlesztésbe, akár innovatív jellegű fejlesztésekbe is, és ez vonza majd magát, hogy az előbb is említettem, az újabb munkahelyeket is, amely mindenkinek nagyon előnyös lesz itt a gazdaságnak is, meg a
a dolgozóknak is, akik el tudnak ott helyezkedni. Az elmúlt héten ezen a pályázati tájékoztatón elhangzott az is, hogy nagyon sokszor van egy-egy vállalkozásnak valamilyen ötlete, csak éppen nem találja meg hozzá azt a pályázati címet, amire ő támogatást nyerhet. Hogyan lehet összehangolni a fejlesztési ötleteket, a beruházási ötleteket azzal a lehetőséggel, amit most itt kínálnak a következő Igen, években? Hát, hosszú a skálája a pályázati címeknek, amely nem mindig ugye harmonizál egy-egy elképzeléssel, ezért én azt tudom ajánlani minden pályázónak, hogy keressen pályázatíró cégeket, akinek már rutinja van abban, hogy hogyan lehet, hát hogy mondjam, kicsit bújtatottan esetleg, de tehát megtalálni az ő elképzelése azt a pályázati formát, amiben meg tudja valósítani az elképzeléseit. Tehát mindenképpen konzultáljanak pályázatíró cégekkel, ők nagyon jól értenek ehhez, ennek a megoldásnak a kivitelezéséhez. Ugye az előző ciklusban a vállalkozások legfőképp eszközberuházásra, gépek vásárlására vettek igénybe Európai Uniós támogatást, ilyen-olyan arányjal, ugye tudtuk, hogy akkor, vagy tudjuk, hogy akkor más volt a támogatás aránya, most vissza nem térítendő támogatásról van szó, amit még meg is finanszíroz az állam előre, hogyha szükségeltetik. Mi a jellemző, mire fogják most igénybe venni a megyei vállalkozások ezt a támogatási keretösszeget? Hát én ismételni tudom csak magamat, hogy szerintem elsősorban olyan gazdaságfejlesztő bővítésekre, amely munkahelyeket is teremt, és a piacon maradását a cégnek, vagy a előrejutását segíti elő. Ezen a területen lesznek továbbra is fejlesztések, mert hát a vállalkozásnak, a működésnek alapja az, hogy a piacon ő jól tudjon produkálni, ahhoz viszont fejlesztésre van szüksége nagyon sok vállalkozásnak, mert az igények, a piac része az egyre növekednek, ehhez viszont kell egy háttér technológia, egy háttér infrastruktúra és szakképzett dolgozói létszám. Ugye az, hogy kapacitást növel, kapacitást bővít, létszámot növel, létszámot bővít, feltételezi azt is, hogy a gazdasági növekedése is nagyobb lesz egy cégnek. Milyen pozícióban vannak a helyi vállalkozások, kis és közepes vállalkozások most, honnan indulnak, van-e piacuk, tudnak-e exportálni? Hát exportképes vállalkozás az nem mindennapi, és nem minden bokorban terem, hogy így fogalmazzak, de van a megyében is, most név nélkül lehet mondani, egy jó pár vállalkozás, aki exportképes, és nem csak a hazai, hanem a külföldi piacon is nagyon határozottan jelen van, és ők tudják a legnagyobb fejlesztéseket is véghez vinni ezeken a pályázati területeken. A többi vállalkozás, aki azoknak van előnyük és lehetőség, akik már hosszú évek óta vagy évtizedek óta működnek. Ma kezdő vállalkozásnak elég nehéz beilleszkedni a hazai piacra is, nemhogy rögtön nemzetközi porondon mérje meg magát. Biztos, hogy ők is a ügyesebbje és a szívós, a kitartók azok ki fognak nőni egy olyan szintre, hogy meg tudnak majd birkozni a nemzetközi mezőnyben is, de a kisebb vállalkozások vagy a közelmúltban indult vállalkozások az elsősorban a hazai piacon próbálkoznak. Foglalkoztatási szempontból két dolgot hallunk. Halljuk egyfelől azt, amit ön is mond, hogy ezekkel a támogatásokkal létszámot lehet növelni egyes szektorokban, más szektorokban pedig azt halljuk, hogy örülnek annak, ha létszámot tudnak majd megtartani. Hogyan látja ezt? Hát igen, hát például most az építőipar egy ilyen szektor, ezt mondhatjuk nyugodtan, bár most a minden építőipari cég, akivel én kapcsolatban vagyok, vagy ismerettségem van, arra vár, hogy most a család otthonteremtési program keretében majd sok több munkához jut, ugyanis hát olyan nagy és jelentős mennyiség és volumenű állami, vagy önkormányzati, vagy helyi beruházások nem történnek, ahol ennyi építőipari céget, ami csak itt a megyében is van, folyamatos munkával el tudnának látni. Tehát az építőipari cégek azok most nagyon várakozó álláspontra helyezkedtek, most nagyjából már lezajlottak, amelyek folytak például a ivóvíz területen, a szennyvíz területen a nagy beruházások. Még mindig vannak, de már egyre egy csökkenő tendenciával, illetve hát újabb kiírások erre még nem történtek, ezért az építőipari cégek és a hozzájuk kapcsolódó egyéb szakmai cégek azok nagyon várakozó állásponton vannak most. Illetve hát a riportban is szó volt arról, hogy olyan beruházásokat be tudnak most ebben a ciklusban fejezni, ami félbe maradt, abba maradt. Itt a megyében látnak ilyet? Vagy látnak ilyeneket? Hát most csak utalva ismét az előbb említett ivóvízprogram és személyezem, még rengeteg településen nincs ez megvalósítva.
De hát nem tudjuk, hogy nem is hallottunk róla, mikor lesznek írva ezek a projektek ismét, a ivóvíz fejlesztő minőségi javító program, illetve a szennyvíz beruházások, amely aztán egy hosszú-hosszú folyamat, mert ez az nem csak egy-egy települést érint, hanem egy-egy térséget adott esetben, több települést is, amely hosszú ideig munkát tud adni egy kivitelezőnek. Ebben az úgynevezett GINOP programban eddig 25 milliárd forintot odaítéltek a KKV szektornak. Az most mindegy, hogy milyen felhasználásra, nagyjából azért láttuk, hogy gépvásárlásra, kapacitásbővítésre. Vannak a megyei cégek, mit hallott a VOSZ, mit tud a VOSZ? KKV szektorban, vagy bocsánat, a kérdés a KFUSZ-re vonatkozott? A KKV szektorra összességében. Összességében. Hát a KKV szektor az pályázik mindig, folyamatosan, kitartóan, szívósan pályázik, nem mindig megfelelő sikerrel. Általában azért a bérlátoknál a nagyobb cégeket, tehát a nagyobb vállalkozásokat azt preferálják a döntéseknél kicsit jobban, de a KKV szektor is ér el azért sikereket, csak úgy látjuk, hogy még mindig van lehetőség, amit nem tudnak elérni a KKV szektor, mert nincs meg az önereje hozzá például nagyon sok KKV-ban működő vállalkozásnak. Már ebbe van lehetőség, hogy a Széchenyi kártyában önerő biztosítására, de ezt nem akar igénybe venni, mert az újabb hitel, amivel nem akarja magát megterhelni. Hát nagyon sokszor azon múlik egy pályázati lehetőség egy KKV-nak, vagy egy kis és közepes vállalkozásnak, hogy önerőt nem tud hozzá biztosítani, nem tudja azt előteremteni, és ezért lehet, hogy nem is pályázik. A következő hónapokban ezeket a pályázati kiírásokat folytatják. Izgalmas lehet, hogy milyen szektor tud előrelépni. Vissza fogjuk hívni erre a beszélgetésre. Nagyon szépen köszönjük, hogy köszönöm eljött hozzánk. Szépen is.